Üdvözöllek benneteket, Gömöri Anikó tanítónéni vagyok, a Zentai Petőfi Sándor Általános Iskolából, és ma magyarral fogunk kezdeni, méghozzá Lázár Ervintől a négyszögletű kerekerdőt hoztam el nektek. Szeretném bemutatni ezt a házi olvasmányt, a ti könyvetekben is benne van egy részlet, igaz, hogy az párbeszédben, én viszont egy kicsit máshogy mutatom meg. Az első mindjárt az, hogy gyertek velünk játszani a négyszögletű kerekerdőbe. Kicsit a költőről, íróról, Lázár Ervinről. Budapesten született 1936. május 5-én. Jellemző műfajok, amelyekben ő dolgozott, az a novella, a gyermek és az ifjúságirodalom leginkább. Első műve a kisfiú meg az oroszlánok voltak 1964-ben. Fontosabb művei a hétfejű tündér és a négyszögletű kerekerdő. De természetesen ezen kívül rengeteg kötődik még a nevéhez, és néhányat meg is fogok mutatni. Kitüntetései közül felsoroltam néhányat. Az elsőnél a Kossuth díj, József Attila díj, Prima Primissima díj, Déri Tibor díj és a Pro Literatura díj. Ezek közül ugye ki van emelve, hogy melyek az irodalmi díjai. Lázár Ervint láthatjátok a képen és az ő aláírását. Első műve, mint említettem, 1964-ben íródott, illetve akkor adták ki, a kisfiú meg az oroszlánok. Itt láthatjátok a könyvnek több megjelenési formáját, több borítója készült, és lehet, hogy már valaki olvasta is közületek. És ahogy az előbb említettem, sok mű kötődik a nevéhez. Itt hát nem mindegyiket, de többet sikerült összegyűjteni. Itt van ugye a miénk, a négyszögletű kerekerdő, amiről most ma beszélni fogok, de nagyon sok a másik télapó, akkor a kisfiú meg az oroszlánok, szegény Johnny és Árnika, akkor van itt olyan, aminek az a címe, hogy Foci, a fába szorult hernyó, és így tovább, Bigfi Buk Ferenc, Dömdödöm, hát és nagyon-nagyon-nagyon sok. Lehet, hogy van, akinek otthon ezek közül, a könyvek közül meg is van néhány. Elhoztam egy képet, szintén Lázár Ervint látjátok rajta, és hát a könyvből egy részlet, illetve a könyvborítónak egy részlete, valamint rajzokat, gyermekrajzokat a négyszögletű kerekerdőről. Itt lerajzolják a szereplőket, akik ugye szerepelnek a könyvben. Kicsit a könyvről. A négyszögletű kerekerdő Lázár Ervin, Kossuth díjas magyar író, 1985-ben megjelent gyermekregénye. Az illusztrációkat Réber László készítette, a kötet, vagyis Dömdödöm és társainak története 1986-ban elnyerte az év könyve jutalmat. A négyszögletű kerekerdő olyan önálló meséket tartalmaz, amelyek a szereplők személye tesz egységessé, a könyvek nincs összefüggő története, tehát nem egy hosszú történetből áll az egész, hanem önállóan is megállnak, egy-egy kerek egészet alkotnak. Tehát mindegyik egy saját történet valójában. És akkor egy részlet a könyv illusztrációjából, illetve a négyszögletű kerekerdőben játszódó kalandok kulcsfigurája Dömdödöm. Feltűnnek mellette olyan szereplők is, akiket korábbi történetekből bukkannak fel, tehát amiket az előbb bemutattam könyvborítókra gondolok, illetve könyvekre. Ilyen a Bruckner Siegfried, a kisfiú meg az oroszlánok egyik szereplője, illetve a történet hőseit Mikka Makka vezeti a hétköznapi világból a mesés erdőbe, illetve a mesei világba. Az erdőlakók Bruckner Siegfried, Ló Szerafin, Aromó, Vacska Mati, Nagy Zoárt, Szörnyeteg Lajos, és persze Dömdödöm. Mindannyian ilyen
különös, illetve különc egyéniségek, már a nevük is, nevük hallatán is ugye felkapja az ember a fejét. Mikka Makka, ugye akiről az előbb mondtam, hogy ő vezeti végig a történeten a szereplőket, kulcsfontosságú a történetben, hiszen a gyermekként civakodó, egymást nehezen megértő szereplők, tehát akiket az előbb felsoroltam, szereplőknek az indulatait bölcs nyugalommal csendesíti, ráadásul a külső veszedelmet az ő megérkezésével tudják legyőzni, és ő az, aki mindig pontosan érti, hogy mit mond Dömdödöm. Ezt csak akkor lehet megérteni, hogyha valaki elolvassa, hogy miért mondták azt, hogy csak ő az, aki megérti. Itt megint hoztam egy képet, ez egy másik illusztráció, szintén a szereplőkről. És akkor lássuk, a Mikka Makka, ő az, ugye, aki végigkíséri a szereplőket, eredetileg Miska Macska volt, de mivel az író lánya nem bírta kimondani, ezért lett Mikka Makka a neve. Vacska Mati, Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, Ló Szerafin, a kék paripa, vagy más néven Lócsoda, Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, Dömdödöm, aki mindenre azt mondja, Dömdödöm, tehát ezért, valószínűleg ezért lett a neve, Bruckner Siegfried, a cirkuszi oroszlán, és Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa, valamint Maminti, a kicsi zöld tündér. Most éppen a kicsi zöld tündér nem szerepel rajta, de az előbb a gyermekrajzokon már rajta volt. A szereplőket elhoztam még úgy is, ahogy a könyvben és az illusztrációkon szerepelnek. Az elsőn láthatjátok Mikka Makkát, a másodikon az oroszlánt, vagyis Bruckner Siegfriedet, utána következik Ló Szerafin, aztán jön Aromó, majd lent a sarokban Vacska Mati, akkor a Nagy Zoárd, ugye az a fenyőfa, Szörnyeteg Lajos, és végül Dömdödöm. Tehát ezeket az illusztrációkat, ezeket a rajzokat megtaláljátok a könyvben. Ha nincs meg otthon, vagy esetleg könyvkereskedésben, akkor könyvtárban biztosan megtaláljátok, az iskolai könyvtárban, és hogyha van városi, akkor a városi könyvtárban is. Érdemes elolvasni, érdekes történetek vannak benne. És mielőtt befejezném, hoztam nektek egy, szintén egy diafilmet. Nem hoztam el az egészet, hogy esetleg ha valakinek tetszik és érdekli, akkor utána lehet kérdezni, illetve keresni az interneten. Ez nem más, mint a négyszögletű kerekerdő Lázár Elvin meséje alapján. És mint mondtam, ugye a könyv maga több történetből áll, és az első, úgymond történet, mutatja be a szereplőket. Ez a diafilm is nagyon-nagyon régi, úgyhogy egy kicsit majd nagyon oda kell figyelni, vagy nagyon összpontosítani kell egy kicsit, hogy lássátok. Tényleg régi diafilmről van szó, és ebben a része, azokat a részeket hoztam el, amelyekben a szereplőket bemutatja Mikka Makka. Nézzük. Az első diák. Ugye mielőtt elolvasnám, ránézésre már tudjuk, hogy kiről lesz szó, hát nem másról, mint az oroszránról. Elsőnek ott van mindjárt Bruckner Siegfried. Hely, micsoda nagy hírű oroszlán volt, artista, főzsonglőr, bűvész, bohóc, balettáncos, versengtek érte a cirkuszok. Aztán megöregedett, meglassult, meggörbett, meggyengült, nem kellett más senkinek. Szomorkodott, csavargott, kújtorgott. Jöttem, és elhívtam ide a négyszögletű kerekerdőbe. És ugye ott a sarokban látjátok azt a nagyon kékszemű, ő az a Mikka Makka, aki az összes szereplőt bemutatja,
És ő az, aki meghívta őket, ugye ebbe a varázslatos négyszögletű kerekerdőbe. Nos, tehát az oroszlánnal így találkozott, és így hívta el az erdőbe. A következő szereplőnk nem más, mint itt él Ló Szerafin is, a kék paripa. Ő tudod, kéknek született. Csak hogy az emberek nem hisznek a csodákban. Mosták, dörzsölték, szappanozták, sikálták szegény Ló Szerafint. Persze kék maradt. Mannát hát kapott szegény Ló Szerafin a sok mosdartástól, megszökött hát, s nekivágott a világnak. Bújkált, vándorolt, igen szomorú volt. És akkor jöttél te? Igen, mondta gyorsan Mikka Makka. Tehát ő volt az, aki útja során találkozott vele, és szintén elhívta ebbe a csodálatos erdőbe. Következő szereplőnk, itt lakik Aromó is. Ugrifüles, nagyszerű, úgy is hívjuk, fékezhetetlen, agyvelejű. Kint lakott a mezőn, szabad foglalkozású nyúl volt, káposzta szakértő. Egyszer hozzám neki a postás egy levelet. Ebben a levélben az állt, hogy az emberek elhívták magukhoz, és versenyt kellett futnia, neki kellett a legjobbnak lennie. De mire kettőt léptek, Aromó farkincája végét se látták, és ő eközben ugye elszökött, mikor ráunt az egészre. Nosza, vérebeket eresztettek utána, így találkoztam Aromóval. Futott mind a nyúl, nyomában a vérebek. És így hívta el a nyulat szintén az erdőbe. Következik, még Nagy Zuárd is szereti, az kicsoda? Lépegető fenyőfa. Tud menni? Tud. Azt kérte annak idején egy tündértől, hogy engedje őt vándorolni. Nem akar örökké egy sziklás hegyoldalban állni. Örökké ugyanazt a folyót nézni, ugyanazt a völgyet. Természetesen ezt a kívánságát megkapta, és bejárta az egész világot. Csak hogy ráunt, és hazavágyódott. Így találkozott Mikka Makkával. Köztetek jól érzi magát? Járkálhat kedvére, áldogálhat kedvére. Lehet, hogy néha elvágyódik, de ha elmenne, ki lenne akkor a karácsonyfánk? S boldogám ő is a gyertyáival, meg a díszeivel. Csak látnád. Tehát ő az, akit feldíszítenek ilyenkor ünnepekkor. És nem utolsó sorban, itt lakik Dömdödöm. Azért nevezzük így, mert csak annyit tud mondani Dömdödöm. Semmi mást? Semmit. De azért nagyon jól megértjük, akármit akar mondani. Néhány nap alatt majd te is megérted. És velünk van Szörnyeteg Lajos is. Annyira csúf. Hát nem valami szépség, az biztos, de csúfnak se csúf. Mondjuk inkább csúnyácska. Meg hát nem is egy lángész. Olyasféle, aki egy hétig is eltöpreng azon a kacifántos kérdésen, hogy mennyi kettő, meg kettő. De Szörnyeteg Lajosnak óriási szíve van. És persze még itt él Vacska Mati is. Bent élt a városban, igen szerette mindenki, csak hogy kicsit szeleburdi. Nem múlt el nap, hogy bánatot ne okozott volna valakinek szeleburdiságával. És így csatlakozott ehhez a csodálatos erdő lakóihoz. Itt élnek mindannyian, és innen kezdődnek a saját történeteik. Tehát ez csak a bemutató volt. Innen, ha valakinek felkeltette az érdeklődését, akkor el lehet olvasni a könyvet. És itt be is fejezném. Köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett nektek.